Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és ebben a videóban az e-sport szezonomról fogok beszélni, ahogy erre a cím is utal. Nem lesz egy boldog videó, nem kifogásokat keresek, de aki ezt gondolja, az valószínű majd a videó megtekintése után is ezt fogja gondolni, és ismét kapom ezeket a kedves kommenteket. Egyszerűen logikusan elmondom nektek, hogy mi miatt történhet meg véleményem szerint a kisebb-nagyobb formahanyatlásom, milyen balszerencsém voltak a harmadik eseményen, és milyen hibákat követtem el a McLaren F1-es csapatát képviselve, ugye az F1 eSport 2021-es világbajnokságában. Mielőtt belekezdenék, szeretném elmondani, hogy ezt a videót is az Unibet támogatta. Nem szeretném ezt a videót nagyon elhúzni, szóval bele is csapnék a levesbe. Három pályán versenyeztünk, ebből én kettőn vezettem. Ez a két pálya, ahol én vezettem, az Portugália és Amerika volt, és a harmadik esemény harmadik pályája az Hollandia volt. Én összességében szerettem mind a három pályát, szerintem remek vonalvezetése van ezeknek a helyszíneknek, bár sajnos a Forma 1-es játékban még sokszor a jó vonalvezetéseket is elrontja az, hogy nagyon-nagyon támadni kell, néhány rázókövetés a pálya határok elhagyásának határán kell folyamatosan táncolni, ugyanis vannak olyan szituációk, amikor egy rázókőhöz, ha kicsit hozzáérsz, eldob, ha túlságosan hozzáérsz, eldob, pont így jól közre kell venni, és még azon belül is pályán kell maradjon egy kerék mindig, és akkor nyersz egy tized másodpercet, de ha egy kicsit is hibázol, akkor elvesztesz annyit, vagy érvénytelen lesz a köröd, szóval sokszor a valóságnál sokkal jobban a határokat kell súrolni, és ehhez borzasztó nagy magabiztosság kell, és sajnos nem mondhatom el azt magamról, hogy ebben a játékban nagyon-nagyon magabiztos lennék. Itt már nem is arról van szó, hogy félek, meg összetör a nyomás, mert szerintem a szezonom alatt eljutottam arra a szintre, hogy már nincs mitől félnem, és nincs nagyon nyomás. Nyilvánvalóan az ülésért küzdök, de nem annyira ez jár a fejemben. Én egy versenyző vagyok, és amikor a világbajnoki második helyen álltam, a harmadik helyen álltam, az ötödik helyen álltam, és sokáig ugye matematikai esélyem volt akár a világbajnoki címhez, sokkal nagyobb nyomást éreztem, mint itt mondjuk a harmadik eseményen, úgyhogy az első kettő sem sikerült annyira jól, szóval igazából komoly pozíciókért már nem harcolok, főleg az élményért, meg a csapatnak néhány pontért harcolok, hogy a konstruktőri bajnokságban ugye minél jobb eredményt érjünk el, szóval szerintem a mezőny felénél én nyugodtabb lehetek. A magabiztosságom nem ilyen téren nincsen, bár nyilvánvalóan ezt is lehetne még jóval fejleszteni. Nem mondom azt, hogy egyáltalán nem izgulok időmérőn, nem mondom azt, hogy egyáltalán nem izgulok versenyen, és próbálom lépéseket tenni afelé, hogy ez jobb legyen. Ugye járok a Fit for részhez is, ott tesztoszteront próbálunk növelni, fizikai edzéssel, fókusz próbálunk növelni, ügyességi feladatokkal, ott is jártam sportpszichológushoz, étkezés és vitamin szinten is megpróbálunk olyan eredményt elérni, hogy a nyomás alatt a stressz toleranciám egy kicsit jobb legyen, például nem fogyasztok versenynapján koffeint, mert így is már nagyon-nagyon dobog a szívem, így is valószínűleg nagyon felmegy a vérnyomásom, szóval az csak rontana ezen a helyzeten, ezzel szemben teát iszom, magnéziumot eszem, stb. És járok most egy hónapja, aminek nyilvánvalóan egy hónap alatt nem érzem óriási hatását, de ez is ennek a rendje, egy másik sportpszichológushoz is, és remélem, hogy ő majd esetleg még hatékonyabban tud segíteni, ami a felfogásomat illeti, mivel elképesztő a számomra látni, hogy mennyire nem ismertek engem, hogy nagyon sokan kommentben megírják a tutit, megírják, hogy mennyire van vége a pályafutásomnak, mikor a valóságban is, ami sokkal kevésbé változik drasztikusan évről évre, mivel a fizika törvényé nem változnak, viszont a játékban lévő fizika törvényé nagyobb mértékben változnak, és mégis láttunk, hogy olyan emberek, mint például Daniel Ricciardo, aki Max Verstappent is legyőzte 2017-18-ban most egy olyan ember mondjuk Lando Norris-tal jó néhány időmérőn vagy versenyszituációban körönként 4-5
tized másodpercet kap. Látunk sokszor olyat, hogy valakinek nem fekszik egy autó, például Kimi Räikkönennek, amikor nem annyira éles az első tengely, már is sokkal lassabb a csapattársaihoz képest, de amikor az autót be tudja állítani megfelelően, akkor újra egyből gyors lesz. Na most azt képzeljétek el, hogy a játékban ennél sokkal drasztikusabb változások vannak, és most Lucas Blakely van például a bajnokság élén járnó opmérrel, aki a változásokhoz rendkívül alkalmazkodott és tavaly is, és idén is nagyon-nagyon jó, de ő szinte a kivételes esetek közé tartozik. Ott van Lucas Blakely, ha megnézitek az F1 eSport profilját, tavaly 12 futamból mindössze 2 futamon szerzett pontot, és a legjobb 10-be se volt a bajnokságban, most meg szerintem ő a legerősebb az egész mezőnyből, érte néhány bal szerencse, járnót érte néhány nagy szerencse, kétszer is a 15. helyről rajtolva fel tudott jönni nagyon változó időjárás körülmények miatt a dobogóra. Blakelyt nem érték ilyen szerencsék, sőt nekik ugye inkább bal szerencséje volt, és szerintem inkább Blakely érdemelné meg most, hogy vezesse ezt a bajnokságot, de hát ott van 5 pontra, és még 3 futam van hátra, szóval minden nyitott, de ő egy idősebb ember ráadásul, mint én. Na most gondoljatok bele, ha tavaly feladta volna az eredménytelensége után, akkor most itt se lenne, de egyik évről a másikra ekkora változások lehetségesek, ugyanis itt nem, mint ahogy a valós példákat elmondtam, 4-5 tized másodperc van a versenyzők között, hanem csomószor a Q1-ben az első és a 15. pozíció között kevesebb, mint másfél tized másodperc van. Azaz átlagonként 1/100 másodperc időnyereség vagy időveszteség egy pozíciót jelent, és 15 ember simán másfél, maximum 2/10 másodpercen belül van pálya karakterisztikától függően, és ez azt jelenti, hogy kanyaronként egy 15 kanyaros pályán ugye 1/100 másodperccel kell gyorsabbnak lenned a másiknál konzisztensen, hogy ezt a különbséget kiautózd, ami egy megfoghatatlan apróság. És visszatérve a magabiztosságra, itt jön a magabiztosságom hiánya, de nem tét helyzetben, hanem egyszerűen ennek a játéknak a fizikai változásaihoz nagyon-nagyon nehezen tudok hozzászokni. Sajnos nagy tempónál nincs akkora tapadásunk, mint amekkora tapadás például a valóságban, vagy az előző játékokban rendelkezésre állt. Elég sokat kell csúszkálni, játszani az autóval, ami szerintem egyáltalán nem élethű. A rázókövek is kicsit agresszívabbak lettek, de mégis támadni kell őket, tökéletes szögben kell megtalálni az érintési pontokat, és ugye ha nem vagy magabiztos az autóba, akkor nem tudod mindig tökéletes tempóban, tökéletes szögben támadni ezeket, és a legnagyobb kár, ami engem ért, és ezt amúgy az e-sport szezon előtt 3 héttel hozták ezt a frissítést, ha megnézitek a live-jaimat, abban is láthatjátok, amikor megjelent a játék, ilyen 54, 55, 56-os fékerő elosztással játszottunk. A fékerő elosztás az első és a hátsó tengely közötti fékerő elosztás különbséget jelzés. Lassú kanyarokban, ha hátulra raktuk a fékerő elosztást, lehetett egy kicsit csúszkálni, egy kicsit driftelni, és nem akarták, hogy így nézzen ki az F1 e-sport, ezért a fékerő elosztást előre vitték a játékszervezők, és most a régi 56-tal egyenlő az 50. De én például, aki 54-55%-on játszott folyamatosan, én nem tudok bemenni 50 alá, az 50 a legkisebb érték, amit meg tudsz adni, így az én preferenciám szerint túlságosan elől van a fékerő elosztás. És ez én csak remélni merem, hogy ez egy idéglenes megoldás, mert nincsen még egy olyan versenysorozat, vagy szimulátor versenysorozat, ahol a fékerő elosztását nem tudod beállítani a saját preferenciád szerint. Ez egy nagyon-nagyon gyenge, idéglenes megoldás arra, hogy valóban a lassú kanyarokba ne gokártozzunk az F1-es autókkal, de nem így oldják meg ezt a valóságban, meg rendes szimulátor programokban, hanem megfelelő aerodinamikai modell kell, megfelelő csúszásmodell, megfelelő gumimodell, és az autóknak a természetes fizikája miatt nem szabadna csúszkálni lassú kanyarokban, és nem azért, mert hogy előrébb helyezed a fékerő elosztást annyira, hogy sehogy ne tud blokkolni a hátsó kereket. Én nem blokkolni akarom a hátsó kereket,
Én egyszerűen nagyon-nagyon későn fékezem a többiekhez képest, ugye el is van terjedve az agresszív fék technikám, hogy nagyon-nagyon erősen megrugom a féket, nagy tempónál az autó hatalmas hátsó stabilitását használom ki, viszont mivel nem akarom elvíteni a csúcspontot, nagyon korán elkezdek fordulni már fékezés közben is, ilyenkor az első tengelyektől túl sok tapadást várok el, és amikor elő van a fékerőelosztás, akkor ugye könnyen blokkolod is a kereket. Ha nem akarod blokkolni, akkor meg korábban gyengébben kell fékezni, de ugye az én eddigi módszerem az volt, hogy csak szimplán hátra rakom a fékerő elosztást, és úgy jobban eloszlik a tapadás, és sem fog blokkolni az első kerék, viszont nagyon agresszívan tud lassulni az autó, és ez egy egészen apró dolog, és nyilvánvalóan ez így mondva csak egy kifogás, és tudom, hogy nem fog ez megváltozni ebben az évben már, szóval mindent megpróbálok azért, hogy alkalmazkodjak. Ha valakit az egómra fogja a hanyatlásomat, szerintem az egyik legalázatosabb versenyző vagyok a mezőnyben. Nézzétek meg Steamen, most is lefotózom nektek, hogy az e-sport napja előtt este hány órán volt a játékban, és hány órája volt például ezzel szemben Josh-nak a játékban, aki az egyik pályán vezetett, és tényleg egész szomorú volt látni, hogy én végig próbálkoztam heti 50-55 órában, úgyhogy folyamatosan kipihennek álltam neki, tartottam szüneteket, tényleg mindent kipróbáltam, amit lehet, és Josh csak betöltötte például Hollandiába a beállításomat, és két nap után ment nálam egy fél tizeddel gyorsabb köridőt, és elég is volt nyilván ez a csapat részére, hogy ő mellette tegyék le a voksukat, de hát ez borzasztó szomorú látni, hát ha ebben a játékban olyan tehetséges lennék, mint ő, akkor valószínű a legjobb ötben most is benne lennék, de hát sajnos nem vagyok az, és próbálom szorgalommal kompenzálni, de van, ami egyszerűen nincs az irányításom alatt, sajnos, és hinni kell, nyomni kell, és bízni abban, hogy vagy megszokom, vagy az ismételt változásokhoz majd újra én állok jobban hozzá. És ha már az alázatról beszélünk, akkor szerintem elég nagy gond az, hogy van, aki megnyeri a Challengers, mint Josh, és annyira ügyes, mint ő, és aztán mindössze ennyit gyakorol, és akkor mégis, amikor egy kicsit jobb eredményt ér esetleg, mint én, akkor én vagyok nagyon leszítve, amikor én nyilvánvalóan megtettem mindent. Összességében nem voltak olyan balszerencsés pillanatok a két versenyemen, mint például a Belgiumban, ahol negyedik helyről kilöktek, vagy Bahreinben, ahol szintén egy negyedik helyet dobtunk el egy rossz box kiállás miatt. Itt egyszerűen nem volt meg a tempóm, egyik futamon se sikerült a Q3-ba bejutni, és az egyik futamon végül 13., a másikon meg 14. lettem. Amúgy már ezen kívül van két 13. helyem, van 12. helyem, van 11. helyem, szóval nagyon-nagyon konzisztens vagyok, nagyon-nagyon konzisztensen közel vagyok a pontszerzéshez, ebből is látszik, hogy szorgalmas vagyok, nem a mezőny végén kullogok, beleadok minden, de az a pici, az a fél tized, az az egy tized, az a másfél tized hiányzik pont körönként, ami egy csettintésre az én oldalamra fordulhat. Tudom, hiszem, hogy újra ott legyek az élen. Ennyi volt a kicsit részletesebb elemzésem az F1 e-sport szezonom alakulásáról. Nagyon szépen szeretném nektek megköszönni a megtisztelő figyelmet, nagyon szépen szeretném nektek megköszönni azt, hogy így követtek és szurkoltok nekem, és amennyiben tetszett ez a videó, kérlek nyomjátok rá a like-ra, osszátok meg esetleg néhány barátotokkal, hogy minél több ember lássa ezt is, nagyon-nagyon sokat segít ez nekem, és ha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Dani voltam, sziasztok!